Sziasztok! Most egy nagyon különleges helyről jelentkezek be nektek, ugyanis ma megyünk urbexezni. Igen, mert emlékeztek, ha láttátok az előző videómat, mondtam nektek, hogy különleges videók érkeznek a csatornára. A mostani is egy ilyen lesz, ugyanis elmegyünk urbexezni együtt. Egy elhagyatott diszkót és éttermet fogunk először meglátogatni, úgyhogy én már nagyon-nagyon izgatott vagyok, és már nagyon várom. Úgyhogy gyertek velem, nagyon remélem, hogy be tudunk menni, úgyhogy szorítsatok. Aztán közben még egy picikét mesélek. Én most anyukámmal jöttem el urbexezni, de később majd lehet csatlakozik majd hozzám az egyik barátnőm. Mármint nem ebbe a videóba, hanem van több hely, ahova el szeretnénk menni, és akkor oda ő is jön majd velem. Egyébként nincs valami jó idő, ahhoz képest ezt a videót április 2-án veszem föl, és van rajtam nagy kabát, pulcsi, meg még alatta egy garbó, úgyhogy eléggé szar az idő, ha fogalmazhatok így, de nagyon remélem, hogy nem potyára megyünk. Annyi mázim van, hogy nincs messze tőlem az a hely, ahova megyünk, szóval ha nem is lesz nyitva, akkor se bukok annyit, legalábbis az időmben nem bukok annyit. Hát akartam videózni nektek egyébként a vonaton is, csak történt egy kis incidens, amit szerintem otthon elmesélek nektek, mert most még nem vagyok olyan lelki állapotban, hogy én azt, hogy el tudjam nektek azt így most mesélni, viszont megérkeztünk a célhelyre, most már csak abban reménykedek, hogy valahogy be tudunk jutni. Most az volt, hogy elindultunk egy irányba, és azt hittük, hogy az lesz a jó, viszont le van zárva a híd, pontosabban a híd előtt van ilyen drót, ami le van nyomva, és a hídból hiányoznak deszkák, úgyhogy nem kockáztatjuk meg, hogy mi ott átmenjünk, úgyhogy inkább arra szavazunk, hogy keresünk egy másik irányt, és most meg fogjuk kerülni az egészet, úgyhogy szorítsatok, hogy ott be tudjunk menni, mert ha nem, akkor fogalmam nincs, hogy ezt fogunk csinálni. Úgy érzem, megérkeztünk, és már nagyon izgatott vagyok, mert megmondom őszintén, ilyet én még nem csináltam, nagyon sok ilyen urbexes követek, de én még sose voltam, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, meg hogy milyen állapotban lesz a hely. Több fotót is láttam már róla, de még élőben még nem voltam itt. Anyukám még egyébként még voltak itt, mikor még fiatalok voltak, úgyhogy van pár emlékük innen. Azt hiszem megjöttünk a célponthoz. Hát most keresünk egy bejáratot, ahol be tudunk menni. Egy helyet. Most az a cél, hogy itt átjussak valahogy. És mi történt? Egyben vagyok? Igen. Bejutottunk. Nagyon kemény. Egyébként ettől mindig attól felek a legjobban. És most attól fel kell legjobban, hogy valami hajléktalanítani és megtámad. Úgyhogy most csinálok nektek egy pár felvételt helyről. Nagyon kemény. Itt van egy ilyen zuhanyzó. Sziasztok! Nagyon kemény, hogy megmaradt. Még minden. Nagyon durva. Minden tiszta törmelék. Itt is. Itt van egy ilyen kis rész, ez is teljesen szét van szedve. Már van egy olyan érzés, hogy vannak ennél rosszabb állapotú helyek is. Nagyon durva. Itt is szintén egy WC, zuhanyzó. Nagyon jó állapot egyébként. És itt, ha benézek, itt van még egy kekszes doboz is. Nagyon kemény, nagyon durva. Srácok, ez valami hihetetlen. Közben megtudtam, hogy ahova mi jöttünk, az a szálló része ennek az egésznek, és elméletileg ezt majd valamikor fel fogják újítani. Viszont most megkeressük a diszkó részt, meg ezt az éttermet, mert én onnan láttam képeket, és az nagyon izginek tűnik, úgyhogy én arra vagyok a legkíváncsibb. Nem tudom, hogy a széltől mennyit hallatok, ne haragudjatok. De egyébként nagyon köszönöm az üvegekre, így vannak rajzolva ilyen kis írások, meg minden, nagyon kemény. Úgyhogy most nekiállunk megkeresni a diszkót, mert ide mi be tudtunk menni, viszont a
a nem a szálló részhez fogalmam nincs, hogy jutunk be. Szóval az történik, hogy most megnéztük ezt a szállót, mert azt hittük, hogy azaz, viszont kiderült, hogy nem azaz, hanem egy másik épület a Mitov mellette. Úgyhogy most az lesz a célpont. Nagyon remélem, hogy be tudunk menni, mert egy infót kaptam, hogy hátulról be lehet. De gyanús nekem ez az egész, úgyhogy kíváncsi vagyok, mi sül ki belőle, de egyébként ez a szálló nagyon jó állapot volt, szóval több fal is le volt festve, meg minden. Nagyon kemény, és durva, hogy megállt az idő. Hát minden van. Most keresünk egy bejáratot, hogy hol tudnánk bemenni. Egyébként nagyon durva a hely. Ezt most teljesen kiürítették. Most egy kitört ajtón keresztül mutatom meg nektek. De ilyen. Nagyon durva. És régen az a durva, ez egy működő épület volt. Nagyon durva. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Már itthon, és igen, a konyhában vagyok, így nem érthetitek, hogy én most hogy kerültem onnan ide. Igazából el szeretném mesélni, hogy mi volt, hogy volt, mi történt. Az utolsó klip, amit láttatok, az volt, hogy levideóztam, ahogy az éttermet igazából belülről. Elmondom, mi történt. Úgy volt, hogy ahova mentünk, ott volt egy szálló, meg volt egy ilyen étterem rész, és a szállóba be tudtunk menni, igaz, kerítést kellett mászni, de be tudtunk jutni. Viszont az étteremnél szintén nyitva volt egy kerítés, egy ilyen kapu, de ott teljesen, viszont minden ajtó be volt deszkázva, sehol nem tudtunk bemenni, egy olyan ajtót találtam, és az ajtó olyan volt, hogy voltak rajta ilyen üvegrészek, amik ki voltak már törve, így be tudtam nyúlni valamennyire a telefonnal, és levideózni, hogy milyen bent, és azt láttátok az előbb, annyit láttam belülről, viszont én láttam régebben képeket a helyről, erről a területről is, amit ti láttatok nálam videón, és itt sokkal több dolog volt, itt voltak lámpák, székek, asztalok, minden, itt sokkal több dolog volt, viszont ott már építkezés van, szóval valószínűleg kipakolták a helyet, azért találtunk ennyire kevés dolgot, és sajnos így be se tudtunk jobban menni, igaz, voltak ott létrák, de egy nem próbáltam meg a létrával felmenni, mert az nagyon rizikós lett volna, balesetveszélyes, illetve sehova nem tudtam volna föltenni, ha akarom, se tudtam volna olyan helyre föltenni, ahol esetleg be tudnék mászni, szóval az is sztornó volt. Aztán igazából annyi történt még ezek után, hogy még egyszer körbejártam a területet, hát ha be tudok valahol még menni, újra körbejártam. Nem sikerült, úgyhogy hagytam is, a szállóból levideóztam nektek, amit így nagyjából én érdekesnek találtam egy pár részt, és mivel nem sikerült teljesen ez a kis túra, úgy döntöttünk, hogy az ott lévő kastélyt meglátogatjuk, ami ebbe a városba van. El is mentünk, viszont ők ezt egy ilyen elhagyatott kastélyként írták le. Ez egy működő épület volt, ott voltak programok, akkor zárva volt éppen, mikor mi mentünk, viszont itt működtek dolgok, és itt ment az élet, szóval nem volt elhagyatott, viszont nem kellett annyira sokat mennünk, mert kb. 7 percre volt az eredeti helyszíntől a kastély, szóval akkor hát nem buktunk. Egyébként utána annyi történt, hogy elmentünk még anyukámmal fotózni, bementünk a Pepco-ba, mentünk még cukrászdába, aztán hazajöttünk, szóval igazából a napot jól zártuk, és mondtam, hogy történt velem valami még a vonat út előtt, amit el akartam nektek mesélni, és azt el szeretném nektek mondani, és leszeretném a legeslegelején szögezni, hogy nem vagyok én rasszista, nem utálok én senkit a nemzetisége, meg a hovatartozása vagy a rassza alapján, csak hozzá kell tennem a sztoriba, hogy milyen nemzetiségű volt az úriember, hogy értsétek teljesen a sztorit. Az volt a sztori, hogy mi anyukámmal megvettük a jegyet a nem automatánál, hanem egy dolgozónál ott megvettük a jegyet, és mivel anyukám ismerte az ott dolgozót, mi beszélgettünk egy kicsit, és én picit arrébb álltam, és éppen akartam elkezdeni felvenni egy videót, mikor bejött egy ilyen, nem tudom, 17-20 körüli srác, és rám nézett, és mondott valamit, de nem értettem, mert nem tudtam eldönteni, hogy magyarul,
angolul vagy valami más nyelven beszél, de ott mutogatott, és gondolom azt kérdezte, hogy én most sorba állok, és mondtam, hogy nyugodtan menjen, arrébb is álltam, anyukám is arrébb állt, stb. És tudni kell, hogy ott abban a váróban van két pad, én az egyik padra leültem, és igazából vártam, hogy elmenjenek, és amikor ez az ifjú úriember jegyet kért, akkor hallottam, hogy ő nem magyar, hanem ukrán, és itt most nem szeretnék senkit szídni, meg nem szeretnék rasszistának tűnni, csak azért emelem ezt ki, mert ez a sztoriba fontos lesz, hogy ő nem magyar, és nem beszél se magyarul, se angolul. És ők ketten voltak, volt ez az úriember, illetve még egy idősebb, nem tudom, talán az apja vagy a tesója lehetett, nem is tudom. És itt már nekem alapból furcsa volt a pali, de mondom, most nem fogok ezen parázni, nincs semmi. Aztán az volt, hogy anyum utána tovább beszélgetett az ott dolgozóval, amikor a pali ment ki, akkor ahogy ment ki az ajtón, akkor ugye én ott ültem a padon, az ajtó mellett, odaordította nekem, hogy good girl, és akkor így odahajolt, és a másik srác meg úgy húztak ki az ajtón keresztül, úgyhogy az már alapból nagyon kellemetlen volt, és nagyon kínosan éreztem magamat. És úgy van nálunk, hogy van egy ilyen nagyobb váró, és van egy ilyen kisebb váró, ha beljebb mész, ahol meg tudod venni a jegyet egy élő embertől, ha nem akarod még az automatából, egy ilyen két részre van osztva igazából, és ugye mi a bentibe voltunk, ők meg a kintibe, és ezt elzárja egy ajtó. És alapból hallottuk, hogy ők ott beszélgetnek nagyon hangosan, de nem magyarul, hanem ukránul. És ekkor már egyébként az ott dolgozó csajszi kijött hozzánk beszélgetni, mert ismer minket jobban, és még volt kb. Egy fél óránk a vonatig, és csak annyit láttam, hogy a srác jön be az ajtón, és úgy ültünk a padon, hogy itt ültem én, itt ült anyukám, itt volt egy kis hely, és itt ült az ott dolgozó csajsz, így ültünk a padon. A srác beült anyum és az ott dolgozó nőci közé, és én már alapból furán éreztem magam, picit arrébb is mentem, megmondom őszintén, mert tudjátok, van az az érzés, mikor valaki nem kell úgy jó benyomást, és olyan rosszul érzitek magatokat a környezetébe, és akkor mondott valamit, és csak annyit értettem bele, hogy translate, és nyomogatta a telefonját, és akkor néztem rá, hogy mondom, mit szeretne ezt tőlem, és akkor mondott valamit ukránul, de mondom, nem értem, hogy mit akarsz mondani, és akkor kérdeztem tőle angol, hogy what do you want to say, ugye, hogy lefordítsam neki, de ő annyit mondja, translate, de mondom, nem tudok mit lefordítani, nem mondod, hogy mit szeretne, és akkor nyomogatta a telefonját, és akkor nekem alapból nagyon kellemetlen és kínos volt ez az egész helyzet, és nem tudtam hova tenni, mert mondott egyszerre ilyen német szavakat, mondott angol szavakat, mondta néha magyarul az, hogy bocs, megköszönöm, de mondott néha angolul is dolgokat, szóval ilyen nagyon katyvasz volt és vész, és egyszerűen nem értettem, hogy mit akar. Valamit le akart fordítatni, csak hogy mit, azt fogalma nem volt, és nagyon kellemetlen volt. Valószínűleg ismerkedni akart, vagy nem tudom, de nagyon kínos és kellemetlen volt a szituáció, meg nem értem, hogy miért nem mellém volt, szóval nagyon kínos volt számomra ez a szituáció, és akkor, mikor rájött, hogy mi nem értjük, hogy ő mit akar, akkor kiment és visszament, és becsukta maga után az ajtót. Itt már azt hittem, hogy vége, örültem a dolognak, de én teljesen be voltam parázva, én az ilyen helyzetektől nagyon feszélyezve érzem magamat, és nagyon kellemetlen, és ilyen félelmérzet van bennem. És gondolom, ezt a lányok átérzik, vagy már nem csak velem történt ilyen. És akkor az történt, eltelt nagyjából kb. 2-3 perc, anyu még ugyanúgy beszélgettek, visszajön az a srác, és elkezd ukránul nekünk ordibálni, valószínűleg valamit káromkodott, illetve levideózott minket, vagyis pontosabban anyumékat, anyumék ilyenkor ránéztek, én egy percig nem néztem ezek után rá, mert én ekkor sem néztem rá, amikor bejött, én rá sem néztem, elmondom, attól még rosszabb és még jobban felhelgeri magát, ha rájön, hogy én figyelek rá, úgyhogy nem néztem rá, de valamit ukránul ott kiabált, ordított, valószínűleg elküldött minket a pont-pont-pont oda, és közben videózott minket, nem is értettük az egészet, akkor utána még az történt, hogy ordibált egy pár percig ott a külső váróba, miután kiment, aztán kimentek, aztán megint visszajöttek, megint ordibált egy ideig, majd megint kimentek, és felmentek az egyik vágányra, ahol megtaláltak egy palit, akit szintén elkezdtek így csesztetni, vagyis igazából az egyik srác, aki engem is csesztetett, az odament egy palihoz, és akkor magyarázott nekik,
És megmondom őszintén, én nagyon nem akartam arra a vágányra felmenni, mert Pechemre onnan indult a mi vonatunk is, ahonnan az övéké, ugyanazzal a vonattal mentünk, és nagyon-nagyon kellemetlen volt az egész. Attól féltem, hogy mikor felmegyünk anyuval a vágányra, oda jönnek hozzánk, és ott ugye már nem tudsz hova menni. Úgyhogy mi megálltunk rögtön a lépcső tetején, és ott vártunk. Nem mentünk arrébb, ahol ők voltak, nem akartam rájuk nézni, mellettük elmenni bármi. Azon rimánkodtam, hogy mikor fölérünk a vonatra, akkor ne jöjjenek oda, mert az nagyon-nagyon kellemetlen lett volna, és nagyon rosszul éreztem volna magamat. Igaz, hogy csak két megállót mentünk, ők meg végig mentek, mert onnan tudom, mert hallottam, amikor jegyet kérték, hogy hova kérik a jegyet, viszont így is nagyon kellemetlen volt nekem ez a szituáció. És itt én ezzel tényleg nem azt akarom mondani, hogy én most utálnám az ukránokat, vagy elítélem ezeket a menekülteket, vagy nem támogatom őket, mert egy magyar is lehet ugyanilyen paraszt, és bunkó, és tiszteletlen, és viselkedett ugyanolyan undorítóan, mint ez az úriember. Csak itt azért mondtam elebbe a sztoriba, hogy a fiatalember nem magyar származású volt, mert itt fontos volt az a sztoriba, hogy nem értettük meg egymást, mert hogyha normálisan megmondta volna, hogy ő mit szeretne, akkor én lefordítom neki, vagy igazából én próbáltam vele angolul kommunikálni, de nem értette, hogy mit mondok, csak mondott pár szót ukránul, angolul, valamit magyarul is mondott, de néha ilyen német szavakat is gügyögött, szóval szerintem egyébként a Pali nem volt teljesen józan, hogy mit ivott, vagy jobbik esetben csak ivott, az egy örök talány marad, fogalmam sincsen, viszont eléggé para volt, és eléggé megijedtem, az ilyen helyzetek engem mindig nagyon feszélyeznek, és nagyon kellemetlenül érintenek, annyi még csak röhögtek rajta, hogy egy hülye, de én azért eléggé rosszul éreztem magamat, szóval ha nézi ezt egy srác, akkor ilyet soha ne csináljátok, ez nem jön be, ez borzalmas, ilyet ne, és nagyon kínos és kellemetlen volt, és ilyenkor elsüllyedtem volna a földszín alá, hogy ne találjon meg, és nem tudom, rég éreztem magamat ennyire kellemetlenül. Úgyhogy igazából ennyi volt ez a kalandos utunk mára, nem teljesen úgy sikerült, ahogy terveztünk, de mégis megnéztünk egy pár dolgot, és remélem ti élveztétek valamennyire, amennyit meg tudtam belőle mutatni. Én másztam egy kerítést, elmentem ilyen helyekre, találkoztam egy ilyen fickóval. Igazából annyira szarul a nap nem sült el, élményeket szereztem, tényleg egy kaland volt, és kezdésnek ez is jó volt, és most megmondom nektek, hogy még érkezni fog ilyen videó, mert szeretnék több helyre is elmenni, több hely is már tervben van, úgyhogy nagyon-nagyon izgatott vagyok. Viszont ezt itt még el szeretném nektek mondani, hogy az ilyen helyekre saját felelősséggel menjetek, ugyanis tudnotok kell azt, hogy sok ilyen hely balesetveszélyes, lehetnek fura alakok, hajléktalanok, őrizhetik a helyet, lehetnek kamerák, őrök, stb. És ezt tényleg saját felelősségre csináljátok, és legyetek nagyon óvatosak. Esetleg jártok is ilyen helyen, akkor tényleg ne barmoljatok szét semmit, legyetek óvatosak, körültekintőek, és mindent hagyjatok úgy, ahogy volt, mikor odaértetek, hogy mások is meg tudják csodálni azt, amit ti láttatok. Úgyhogy mára én ennyi voltam, nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Aniz voltam, hatalmas felelést küldök, puszi!